Atya úristen, szülni fogok. A magzati szívhang nem mutat jó eredményeket. Édesanya lettem! Woohoo! Én megmutatnám most nektek a hasamat, pontosan azért, hogy a valóságot mutassam. Na most fogom elsírni magam már megint. Egyszer csak így kinyúlt a kezével, és szó szerint így végig simította az arcomat a kezével. Sziasztok! Köszöntelek benneteket ezúttal is itt a csatornámon. Mint ahogy ez a címből kiderül, ez a videó a szülés történetemről fog szólni. Mióta utoljára elkészíthettem nektek az utolsó videós képkockákat, elég sok változás ment végbe az életemben, mint ahogy azt a mellékelt ábra is bizonyítja. Rám jönnek a régi ruháim. Van gardróbom! De aki ezt a mutatót nem érti, az kattintson ide a linkre, és mindenki fog derülni. Édesanya lettem! Woohoo! Hát ezt kimondani is hihetetlen. Ismerkedünk egymással, és tanuljuk a másikat, és folyamatosan újabb és újabb impulzusok, inputok jönnek tőle, a külvilágból, magamtól, tehát rengeteg minden történt. Mivel ez a videó a szülés történetemről szól, így evidens, hogy egy picit topisabb vagyok majd az elkövetkezendőkben. Azért is adtam meg most a módját, hogy egy kicsit kisminkeltem magam és felöltöztem a kedvetekért, mert hát így eddig nem sokan láthattak, ahogy majd most ti fogtok, viseltesen, teljesen smink nélkül szülés után. És lesz egy-két olyan képkocka, amit kénytelen leszek szürkével, illetve fekete-fehérrel filterezni, mert hogy annyira a valóságot mutatja. Például a szülés utáni szettem, amit csak a videót visszanézve vettem észre, hogy teljes, jódos, hagy némi kivetni valót maga után a megjelenésem. De azt gondolom, hogy ettől lesz az igazán hiteles és valóságos. Itt szeretném előre bocsátani mindazoknak, akik esetleg valamit nem szeretnének tudni, látni, hallani, hogy ebben a videóban lesznek szókimondó szövegek, nevezzük ezt így, illetve a nyugalom megzavarására való képkockák is, úgyhogy ha esetleg úgy érzitek, akkor csukjátok be a szemeteket, vagy ne nézzetek oda. Mivel hogy készültem a szülésre, és tudtam azt, hogy szeretnék nektek erről egy videót készíteni, így folyamatosan próbáltam forgatgatni. Értelemszerűen a szülőszobára nem fogtok tudni bejönni velem, ott kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint sem, hogy a kamerát vigyem magammal. Ezért arra gondoltam, hogy az egész videót úgy fogom megoldani, hogy egy keretet adok neki azzal, hogy én így narrálok és beszélek itt menet közben, és aztán pedig majd ami aktuális, azt élesben fogjátok látni. Léna Baba 2020. augusztus 28-ára volt kiírva hivatalosan, ez volt a terminus végeként megjelölve, vagyis a 40. hét utolsó napja. Ez valójában az első genetikai szűrés alapján történő dátum volt. Így az történt, hogy augusztus 28-án be kellett mennem a kórházba egy CTG-re és áramlásmérésre, aminek az eredményével aztán augusztus 31-én hétfőn el kellett szépen slattyognom az orvosomhoz. Bíztunk benne, hogy esetleg ez a hétvége az meghoz valamiféle eredmény, de nem így történt, tehát elbattattam hozzá, és az volt a megbeszélésünk tárgya, hogy akkor hogyan tovább. Hiszen gyakorlatilag az orvosok ugye egy-két hetet, tehát 7-14 napot szoktak arra hagyni, hogy a túlhordás az benne van a pakliban. Ő egy hetet engedélyezett nekem így a túlhordásba, de mi ezen a szent hétfői napon megbeszéltük azt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy szeptember 4-én nekem mindenképpen beindítják a szülést, és világra kell hoznom Lénát. Szeptember 3-án csütörtökön én elindultam a kórházba. Ez talán életem egyik legfontosabb napja. És azért nem mondom, hogy a legfontosabb, mert az holnap fog elérkezni, ugyanis 2020. szeptember 3-a van, ami azt jelenti, hogy én ma este bemegyek a kórházba, és várhatóan holnap világra hozom a kislányomat. Szóval az lesz életem legfontosabb napja, de vallom őszintén, hogy nagyon izgulok, van bennem egy egészséges félelem, és hát rengeteg minden gondolat, érzés, érzelem kavarog a lelkemben,
ami talán segítség lehet azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, de lehet, hogy igazából bármelyik kismamának, hiszen mindig szeretjük ilyenkor a kapaszkodókat keresni, amihez tudunk nyúlni, akire rá tudunk csatlakozni, rá tudunk kapcsolódni érzelemvilágra, gondolatvilágra, úgyhogy arra gondoltam, hogy megosztanám veletek azt, hogy mi játszódik le most bennem, és mi fog velem történni az elkövetkezendő mondjuk úgy 24 órában. Volt egy olyan megérzésem, hogy szerintem a kis csajszim majd szeptember első hetében fog világra jönni, és szerettem volna annak a nyomasztó érzését elkerülni, hogy legyen rajtam egy ilyen vizsgadruk, hogy már pedig most aztán teljesíteni kell. És megvárom, míg ugye elmegy, hogy ne az legyen a háttérzaj, hogy ő ugat és őrjöng és tombol. Richtig most kell elmenni az összes kutya sétáltatónak természetesen. Mindjárt el kell indulnom. Még mindig nem az utolsó vaut hallattuk. Na, talán már nyugodan. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a kis Jesse irgalmatlanul jól érzi magát oda bent. Nem hatott ránk se front, se telihold, se nem, én ihattam tonikot, ehettem csípőset az elmúlt napokban, masszírozhatta anyukám órákon át a lábamat, homeopátiás gyógyszert, málnalevél, tehát tényleg mindent megpróbáltam, amit lehetett, és így népi hagyomány útján terjedt, hogy mi az, ami beindítja a szülést, hát nálam egyik sem működött, tehát kénytelenek leszünk manuális módon orvosi segítséggel elindítani ezt a folyamatot. Na, hát ezen a ponton kaptam egy kisebb sokkot, illetve a világ összes fájdalmát így magamra húztam, és teljesen kétségbe estem, hogy ez miért velem történik, hogy ez nem lehet igaz, hogy ennek biztos, hogy császár lesz a vége, és hogy én miért nem tudom megcsinálni, és mi a baj velem, és eluralkodott rajtam szabályosan a totális pánik. Úgy képzeljétek el, hogy hétfő éjjel én egy pillanatot nem aludtam, ehelyett keservesen zokogtam, és minden forgatókönyv, ami lehetett, lepörgött a szemem előtt. Úgy néztem ki, mikor kimentem hajnalba hideg vízzel megmosni az arcomat, mint akinek elrontották a botox kezelését. Fel voltam puffadva, vizesedve, a szemem vörös, a szám kifordulva magából, katasztrofálisan festettem, de nem bírtam abba hagyni a zokogást. Egyszerűen beparáztam. Ezt nem tudom máshogy kifejezni nektek, nem tudom megmondani, hogy miért. Én azt gondolom, hogy az lehet a mögöttes ok, hogy azért az elmúlt 9 hónapon tényleg becsülettel, jó érzéssel végigtoltuk ezzel a kis csajszival, boldogan vártuk, minden a legnagyobb rendben volt, és mégis azt éreztem, hogy ide a végére egy picit így lelkileg lehet, hogy kifulladtam, illetve hát bennem van az is, hogy úristen, hát egy új élet kezdődik. És ebből a nagyon zaklatott és mély lelkiállapotból kellett az elmúlt egy-két napban visszajönnöm, úgyhogy én tényleg nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy csak a jóra gondoljak, csak a szépet képzeljem el, ahogy tágul a mészáj, ahogy én 3 óra alatt világra hozom a kislányomat, ahogy minden rendben lesz, hogy zajlik majd körülöttem. Ma már nagyon sokat pihentem, nagyon sokat mosolyogtam annak a gondolatára, hogy úristen, mindjárt itt lesz a karomban, és mindjárt látni fogom, hogy hogy fog kinézni, hogy milyen lesz az illata, hogy milyen vonásokat örökölt tőlem például, és akkor én ezzel így eljátszadoztam, és ez egy picit segített így helyre billenteni. Hogy mi vár rám pontosan a kórházban és a szülőszobán, azt nem sokára kiderítem, este 7 órára kell bemennem. Na hát megérkeztünk a kórházba, elfoglaltam a kis szobámat. Egyébként nagyon szép kis szoba, mindjárt körülmutatom itt nektek, és egyedül vagyok benne, ami egy kicsit most így komfortosabb. Én szeretek például visszahúzódni, amikor éppen valami nyűgöm bajom van, már pedig a rettegés az annak számít. Úgyhogy most kaptam egy kis időt, hogy berendezkedjek, kipakolom mindjárt itt a táskámon, amit egyébként menet közben átpakoltam, mert hogy ugye én úgy készültem a kórházi táskával, hogy hát nem ilyen hosszan bent lakásosra, mint amilyen aztán lett belőle, hanem egy ilyen jövünk-megyünk útra. Most egy kicsit hosszabb wellness hétvégére. Úgyhogy ezt most majd egy picit így kipakolgatom, átöltözök pizsamába,
És akkor találkozunk Judittal, pont hál' Istennek, mondom én, ma éjszakai ügyelete, szóval itt van velem, és ez tök jó, hogy nem teljesen ismeretlen arcokkal kell lennem. Én ilyen nagyon beszélős, beszélgetős, kérdezős, mindent tudni akarók ember vagyok minden esetben. Nincs ez másképp most se, így a várandóság meg a szülés kapcsán se, úgyhogy tök jó, hogy egy ismerős arccal találkozom, ez amúgy véletlenül alakult így. És akkor el kell mennem ma még CTG-re, meg áramlásmérésre, most így este, megbeszéljük a teendőket. Ma még aztán lesz egy CTG, tehát most már nagyon figyelik a baba hangját, és hát kiderül, hogy végül is ezt a ballont mikor és hogyan fogják felhelyezni. Jelenállás szerint most én még semmit nem tudok, úgyhogy ez a következő lépés. Na hát megtörtént, aminek meg kellett történnie. Gyakorlatilag itt a kórházban úgy néznek ki sorrendben a lépések, hogy megcsináltuk a CTG-t, utána a doktornő felhelyezte ezt a ballont, ami ugye abban segít, hogy a mély szájnak a tágulása jobban elinduljon, és reményeink szerint ettől el is fog indulni, ha nem, akkor jön ugye az oxitocin injekció, ami be is indítja egyúttal a fájásokon. Amúgy ez nem egy kellemetlen dolog, azt kell, hogy mondjam, hál' Istennek, tehát ugye az ismeretlentől mindig fél egy kicsit jobban az ember, de annyi történik, mint egy átlagos rákszűrésnél, és nagyon, mindenki nagyon körültekintő, mindenki nagyon kedves, óvatosan dolgozik, óvatosan érnek hozzám, tehát hogy tényleg olyan megnyugtató a jelenlétük. Én kérdeztem mindenkit, hogy ugye én vagyok a kérdező biztos, hogy én egy húzamba csacsogok, és mondom a magamét, és mindenről tudni akarok, hogy mindig úgy kezdem, hogy zavar-e itt bárkit, hogyha én kérdezek, nagy kiakasszom őket, aztán nem úgy bánnak velem, ahogy én azt úgy lelkileg szeretném, és mindig mosolyognak rajtam, hogy nem, nyugodtan kérdezzen csak Anita. Úgyhogy én sorban mindenkit meginterjúvoztatok a szakmai kérdéseimmel igazándiból. Én úgy érzem, hogy engem például megnyugtat az, hogyha tudom, hogy mi fog velem történni. Úgyhogy hát most a cél az, hogy legyen egy nyugodt éjszakám, hogy próbáljak minél többet aludni, még akkor is, hogyha beindulnak a fájások, vagy bármit érzek. Gyakorlatilag az egyetlen érzetem, ami most itt támadt ennek a ballonnak a felhelyezése után, az annyi, hogy van egy ilyen kicsit feszítő, mint mondjuk tényleg, amit szoktak emlegetni itt a csajok, ez a menstruációs görcs jellegű. Hát nekem például deréktáji fájdalom, vagy érzékenység, ez nem fájdalom, szerintem ez nagyon messze van még a fájdalomtól. És ennyi, úgyhogy én bízom benne, hogy fogok tudni aludni. Hát izgulok nagyon a holnaptól egyébként. El se tudom képzelni, hogy mi fog ott velem történni, hogyan fogom ezt megélni. Tudjátok, egy picit olyan, mint hogyha egy ilyen, hát fura hangzik ezt így kimondani, de mint hogyha ilyen testen és tudaton kívüli állapot lenne. Tehát, hogy értette, hogy ez meg fog történni, csak nem fogod fel, hogy veled. És hogy tényleg órák kérdése, és itt lesz a karodban egy csöpp pici kis test, te gyermeked. Nem, teljesen valószerűtlennek tűnik ez most innen ebből a helyzetből. Kell egy nagy levegőt vennem és elaludnom, és fogok még egy kicsit olvasni, és bízom benne, hogy hát a következő bejelentkezésem már azután lesz, hogy megszületett a kis Joyce. Jó éjszakát, sziasztok! Édesanya lettem! Halljátok ezt a csendet? Na hát nem én éjszakánk volt. Jó reggelt! Hát ezt a felvételt lehetőségeimhez mérten színesben nem is vállalom, mert hogy elég komoly kis éjszakán vagyok túl. De mivel ez a videó elsődlegesen a szülésemről és a szülésről szól, így el kell, hogy áruljam nektek, hogy eltelt most már 2 nap a legutolsó videókészítésemhez mértem, és biztos észrevettétek, hogy van itt egy ilyen kis cóki tepsi mellettem. Világra jött a kislányom,
És hát most egy pokoli éjszakán vagyok túl, hogy bevalljam őszintén nektek, de erről majd egy másik videóban fogok nektek mesélni. Az már biztos, az első közös éjszaka. Megéltünk már egy éjszakát külön is, tehát két éjszakával vagyunk túl a szülésem. Csak be akartam gyorsan jelentkezni nektek, mert arra gondoltam, hogy most van 2 percem, megenném gyorsan a reggelimet, mert hogy így nagyjából ennyi idők jutnak tényleg, 2 szopizás között, és hazamegyünk 1-2 napon belül, és akkor ott nyugodt körülmények között el fogok nektek készíteni egy videót arról, hogy mi történt velünk itt a kórházban, hogy jött világra a kislányom, Léna. Hát ez volt a nagy kerek egész igazából a kórházban töltött időszakunkról, ugye ebből egy komoly velős etap kimaradt. Édesanya lettem! Woohoo!